Forma 1 új várományos, a Keszthelyi Vivien élete az utazás, amellett, hogy az autóversenyzés miatt folyamatosan úton kell lennie, míg családja Magyarországon, addig kedvese David Schumacher Ausztriában él. Vivien a Drive magazint beavatta legutóbbi privát nyaralásának titkaiba, valamint abba is, hogy miként éli meg az állandó menetelést. A száguldó cirkusztól Fokvárosig most a Drive-on. Vivien, neked életed az utazás. Hogyan tudod te ezt logisztikázni magadban? Van egy ilyen noteszod, amiben írod fel, hogy éppen mikor, hova kell majd utaznod? Ez úgy működik, hogy van egy menedzsmentem, és velük szoktuk mindig átbeszélni havonta akár is, hogy hova megyek, hova utazok, főleg most a vírushelyzet miatt. Nagyon sokszor majd repülőt kell ugye találni, hogy melyik a legjobb, melyik a legrövidebb, mert már nagyon sok átutazás van, és mindenhol, minden országba belépéskor más a törvény. Úgyhogy nem egyedül csinálom, hanem a menedzsmentemmel. Egyébként a munka mellett is jut időd utazásra, vagy olyankor, tehát ilyen nyaralás, stb., vagy arra neked egyáltalán már nincs így kedved, hogy tulajdonképpen egy vándorló cirkuszban éled az életed? Vannak olyan pillanatok egy évben, hogy van egy hónapos szünetünk, vagy akár több, ez attól függ most például a covidos helyzetben, soha nem tudtuk, hogy mi fog történni melyik héten, úgyhogy kiszámíthatatlan volt, de például most decemberben tudtam menni Fokvárosba, és őszintén megmondom, nem volt kedvem menni, csak a barátom mondta, hogy légy szíves, tartsak vele, és mindennek megvan az értelművel, örökbe fogadtunk egy kis kutyát, ami nem sokára hazajön hozzám. Úgyhogy én szeretek utazni, de valamikor jó, hogy a családdal is együtt lenni, és otthon lenni, filmeket nézni együtt rossz időben. De mindenféleképpen ezzel a sporttal jár, hogy szeretni kell az utazást. Munka szempontból hova szeretsz a legjobban utazni? Melyik ország a legkényelmesebb, vagy a legkülönlegesebb neked? Németország, mert annyival mész, amennyül akarsz az autópályán, és hamar odaérsz. Fokvárosra térve, hogyan nézett ki nektek klasszikusan ez a nyaralás, és hogyan válik egy nyaralásos utazásból egy kutya örökbefogadássá az idő? Mikor leszálltunk, akkor egy kicsit megdöbbentem, hogy ott hogy élnek az emberek, és ez abból volt, hogy átértékeltem, hogy milyen körülmények között tudok én élni, és még az volt a meglepő, hogy hiába volt nagyon sok szegény ember, egyszerűen akkora tiszteletet adtak mások felé, vagy felénk is, mikor csak akár parkoltunk valahol és vigyáztak, akkor csak kb. Térdre borultak, ha adtunk nekik 1000 forintot. És azt szerettem Fokváros, hogy mindenki nagy lelkű volt, nagyon segítőkész, és nem számított a színünk, vagy nemünk, vagy bármi ilyesmi. És akkor ugye a barátomnak az apukája elhatározta, hogy ő egy kutyát szeretne örökbe fogadni. És az is nagyon bántó volt látni, amikor elmentünk a helyre, hogy mennyi kutyát örökbe lehetne fogadni. Vivien mellett barátja David is autóversenyző, az ő édesapja pedig Ralf Schumacher, aki szintén pilóta volt a száguldó cirkuszban. Így adott a kérdés, lehet-e nyugodtan nyaralni, vagy a bámészkodó tekintetek megkeserítik a kikapcsolódást? Most mazban senki sem vesz észre senkit, hál' Istennek. Inkább reptereken szokott lenni, hogy akár Ralf, vagy mi együtt hárman vagyunk, akkor mindig megkérdezzük a Ralfot, vagy minket, hogy igen, ti vagytok-e. És nyilván, amikor olyan privát szférát szeretnék, főleg mikor most már maszkot viselünk, mindig Ralf azt mondja, hogy nem, csak hasonlítok rá. De ez is olyan, hogy sok ember nem azt, hogy nem adja meg a tiszteletet, de amikor el akarsz menni, kikapcsolódni, akkor egy kicsit ráterhelnek, nem hagynak békén, akkor az ülésedből folyamatosan fotóznak, hogy alszol, hogy nem. Nyaraláson egyébként mit csináltatok, mit láttatok Fokvárosban, vagy volt idő ott nézelődni? Körülmentünk, ugye mivel én állatszerető vagyok, az első dolog, ahol mentünk, az ilyen kis majompark. Sajnos Covid miatt nem lehetett hozzájuk nyúlni, de azért hozzányúltam a ketrecen keresztül, annyira cukik voltak, meg voltak ilyen kis ötször, és nagyon aranyosak voltak, és voltak épp így meglátogattuk az összes állatfajt, ami csak ott volt Afrikában, meg ami még nagyon tetszett, hogy mondta Ralf, hogy van ilyen pingvinpark, és mondom, mi, hol, merre, és akkor rögtön belültünk a kocsiba, vezetünk 1 óra hosszát, és tényleg tele volt egy 100 pingvinnel az a hely, és ilyen azért voltak olyan helyek Fokvároson, egy kicsi ledöbbentő volt, de volt olyan hely is, ami teljesen előbb-kelőbb hely, és nagyon új, meg felújított, tehát tényleg csak az volt döbbenet látni, hogy van ez a Bódéváros, ha nevezhetem így, és hogy az emberek ott hogy éltek. és szerintem nagyon sok ember Magyarországon is újraértékelni az életét, hogy lehet, hogy nem annyit tud keresni havonta, amennyit szeretne, de akkor is összeteheti a kezét, hogy a lakásba tud élni. Vivi még azt is elmondta, egyébként két laki életet él, így Magyarország és Ausztria közt ingázik.